Havasúnak adhatok az én könyvemből? Maga ne urazzon engem. Havas elvtársnak adhatok a könyvemből? Ha elindulunk a lejtőn, lehet, hogy egyszer még megélem, hogy itt jön áll, hogy kolléga. Akkor aztán hogyan is tehetném ezt? Hagyosztok? Mi? Te könyv. Is írtál egy könyvet? Ez túlzás, mert nem én írtam, csak ideadták, hogy szerkesszem. Bizony. És akkor most nekem is van könyve. Ja, ez az, ami olyan krimi? Azt mondta, krimi, tökre ilyen thriller. Thomas White, Jászló, ne haragudjanak, valaki tényleg elfogadná tőlem. Bármit. Drága, olvasd a szeretettel. Köszönöm. Nem, engem érdekel. Én például kifejezetten, én a halálos nagy krimi olvasó vagyok, és keresek mindig egy jó magyar krimi. Ez magyar krimi? Az igen, igen, és nagyon jó. De ki a Thomas White? Ez krimi? Adja már vissza! Szabad megmondanod, ki a Thomas White? Fehér igen, Tamás. Meghökkentően Fehér Tamásnak hívják, és hol tudok németül látni, ne fordítod. Üdvözöljük. Jó? Jó? Szart nem olvasni. Jó, akkor elolvasni. És most álljon föl Jáksó László. Ne hallom, hogy a fiatalember mellett ülő hölgy, akit én fölismertem, őtőle nincs valami olvasni való? Nem, őtőle más szeretnék kapni. Jézusom! Pedig most tudod, olvastam, hogy a jelkövetkező... Elájulok! Nem tudom, de elájulok! De hogy... Címlapokon szokott szerepelni. Pongó! Nem, Anikó. Várj! Nem. Éljen Anikó! Hát, hogy nem az IT, az tuti. Anikó! De én nem látok szép. El odáig, mert nekem szaraszat. Anikó, magáról megjelent egy ilyen adventi naptár, hogy az... Abból nem hozott egyet ajándékba. Van egy nagyon nem jó könyvem cserébe. Azt szeretném mondani, hogy... Már nem ismerjük egymást, kedves Anikó, csókolom a kezét. Én is. Én is. Jöjjön ide az Anikó, hát egy gyönyörű. Nálunk Bazitán gyakran szokott áramszünet lenni. Ha olyankor abban a izében meglátogatna, nagyon örülnék. Felesége is szeretné, mondta neked. Nálunk is van Bazitán. A nyugat-angliai Herefordshire-ben megtalálták megtalálták a legrégibb teljesen éppen maradt nemzőszervet, amely egy 425 millió éves osztrigáé. Azt olvastam egy újságban, egészen hideglelős, hogy ezek a fekete lyukak, amiket most vizsgálnak, nem az. Micsoda eseteim voltak. Világűrben már 2-300 év múlva utolérhetők esetleg technikával, tehát egy űrhajóval bele lehet menni, ahol teljes olyan a gravitáció, hogy teljesen megszűnik a mi általunk ismert téridő viszonylat, és ott 3-4 hónap alatt meg lehet nézni, hogy hát mi az a világ teremtésének bizonyos nyomára lehet bukkanni, de nincs kinek hírt adni, mert ha belemész a fekete lyukba, és 3-4 hónap múlva visszajössz, az alatt 5 milliárd év telik el, és kihűl a nap. Amit én nem tudok fölfogni, de hát komoly tudósok mondják Amerikában, hogy ez a hipotézis. Ellenőrizhetetlen a dolog. Minden esetre pech. Sajnos, igen. De ha ketten megyünk el, akkor egymással meg tudjuk dumálni. Az a majom odáig ért, hogy ha bemegy egy fekete lyukba, nem tud kijönni belőle. Miért? Csak egy másik időben vagyunk, már legalábbis amit az Ildikónak mond, az egy másik idő. Fantasztikus, na, érdekes perceket nézünk elébe. Lehet rosszabbodni? Körz, Adida, körző. Nincs körző. Dehogy nem volt. Körzsöli. Hát gyerekek, aki ja, fölmeri olvasni a 8-as hírt éjjel 3-kor, az menjen az agyba. A 8-as hírt készült. Nem, ha a szarva, dobálózzunk egy kicsit.
Nem láttátok a HVG címlapját? A kamerát ki tudja eltalálni, az a szép. Pancser. HVG címlapját... Nem láttátok a HVG címlapját? Nem. Mire gondolod? A Megyesi, a Járai, meg a László Csaba egymás feje fölé ilyen szamarakat mutat. És? Ez milyen így a Henik? Nekem mindenképpen jól áll, igen. Olyan, mint egy igazi őr. Adventkor is sikerülni szokott a divatban. Andris, Mária, tábla! Milyen tábla? El is ejtette egyből. Na, jól van. Hagyja békén! Akartam még egy, az alkoholmentes sör. Nem az szarva az alkohol. Ígyunk egy kis alkoholmentes.